Üdvözlök mindenkit a Magyar Kések YouTube csatornáján. Ígéretünkhöz híven elérkezett a sakál napja. Megkaptuk Kovács Miklós Mókamiki sakál nevű kését. Egy ilyen bemutatóra, tesztelésre fogadjátok szeretettel. Tehát akkor Kovács Miklós alias Mókamiki sakál kése. A legutóbbi videónk óta annyi változott, hogy Miklós most már Magyar Kések tag, tehát a termékei megtalálhatók a Magyar Kések honlapján. Ez pedig a sakál, és akkor erről fogunk most beszélni, mert van mit róla beszélni. Rögtön a bőrtokkal fogom kezdeni, hogy most miért érek ki a bőrtokra? Hát azért, mert amikor egy terméket átvesztek, megfogtok, az első benyomás az mindig az, amikor kibontjátok a csomagból, amikor itt tokjában kézbe kapjátok a kést. Nos, amikor én ezt a kést a kezembe vettem, akkor egyből egy olyan dolog kristályosodott ki bennem, hogy Mikiben megvan a maximalizmusra, a tökéletességre való törekvés és a hajlam fejlődik. Egyébként sincsen alacsony szinten Miki, de ez a top messze túlmutat a régebbieken. Sokkal vastagabb, keményebb bőrből, nagyon finom illata van. Számomra a bőrnek illata van, a színezése nagyon autentikus, nagyon illik a környezethez, illetve a késhez. És most már megtalálható benne Mikinek a logója. Tehát ugye ez egy olyan extra, ami látványvilágában szerintem nagyon építő lehet. A másik dolog, ami miatt ez a top érdekes, hogy szikravető tartó. Jó, akkor nézzük magát a kést, tehát a sakál. Kezünkbe véve, hát igen, nem ér véget a csodálkozás. Miki alaposan ráncfelvarta a repertoárját ezzel a késsel. Egy számomra teljesen új formát varázsolt elém, és elétek is természetesen. A drop point forma az maradt, tehát ugye ez a legjobban használható penge típus.
forma, amit ilyen helyen lehet használni. Viszont egy kicsit izmosabb lett, kicsit testesebb lett maga a penge, teljesen más a vonalvezetése, mint mondjuk hasonló modelljének a borznak. Illetve a markolat egy kicsit csapottabb, kecsesebb lett. Így az egész késnek az alakja, nem tudom ki hogy van vele, számomra olyan, mint egy cápa. Tudom, hogy sakál a kés neve, de nekem egyből ez jutott eszembe, hogy ez bizony egy ragadozó, egy cápa. Nagyon tetszik. Az egész kialakítás olyan a késnek, hogy könyörgi magát a kezedbe, és amikor kezedbe vetted, le se akarod tenni. Nekünk ez volt a benyomásunk az egész itt töltött ideje alatt. A kés paramétereit gyorsan ledarálom nektek. 100 mm-es pengehosszról beszélgetünk, 105 mm-es élhossz, 115 mm-es a markolat, 3 mm-es kaparóvég a végén, 4 mm vastag full tang késről beszélgetünk. Ezek a paraméterek ugye azt engedik sejtetni, hogy ez nem egy hangyzsárkodós, rombolós kés, tehát ezzel nem az lenne a feladat, hogy mamutfenyőket vágjatok ki és ebből építsetek különböző fapalotákat. Inkább azt mondom, hogy mindenes erdei feladatra, túrázóknak, természetjáróknak, bushcraftereknek másodlagos késként tökéletes választás. Viszont méreteivel adódóban nagyon jól irányítható, nagyon kezes kis késről van szó. Kaparó élet természetesen kapott, mint láthattátok, ez nagyon jól működik. Az élezés pedig ez a lapos konvex élezés, vagy ahogy szokták emlegetni, ez úgynevezett skandivex élezés, ami ugye két éltípusnak a házassága. A skandináv él ugye egy konvex élszalaggal. Ebben a közegben ez egy nagyon jól használható élforma. Rettenetesen munkabíró, rettenetesen munkavégző éltípus. Javallom, ha ilyen jellegű kést választotok, akkor ez az éltípus nagyon megfelel ide. A markolat az kokobólófa, ez megint egy olyan fa, amit nagyon szeretnek a késkészítők, és rendszerint alkalmaznak is. Az ergonómiai kialakítása ennek is tökéletes, mint láthatjátok, megvan a halacska forma, ezzel a madárfej végződéssel, tehát nagyon jól kézbe ül, nagyon-nagyon használható dolog ez is. Kapott egy Markola Ginor furatot, tehát mi azt is lehet rátenni, aki szeretni. Érdekesség egyébként, hogy beszéljünk egy kicsit a fa markolatokról. Majdnem minden videóban, illetve írásban biztatlak titeket ezek a természetközeli anyagok fa markolatok használatára. Válasszátok és rendeljétek a késkészítőktől, de valamit nem hangsúlyoztam ki. Nevezetesen azt, hogy a természet nem alkot két egyformát. Tehát fa és fa között mindig lesz különbség, még ha azonos fából is rendeltek. Erre a legjobb példát úgy tudom nektek megmutatni, hogy ez itt egy kokobóló markolat, és ez is egy kokobóló markolat. Szerintem ez mindent elárul arról, mit szeretnék mondani. Se a késkészítő, se ti nem lehettek igazából tisztában, hogy a nagy zsákba macskából mit húztok ki. Mind a kettő kokobóló, mind a kettő nagyon szép. Mind a kettőt rettenetesen fogjátok szeretni, de ez nem hiba, hogyha nem pont olyan, mint a fényképen. Sose lesz olyan, mint a fényképen. Tehát a fa markolat az egy ilyen dolog. Jó. Nagyjából a paramétereket felsoroltam, most még egy ilyen benyomást a végére mindenféleképpen elmondok, ez egy nagyon jó kés. Rettenetesen használható, nagyon-nagyon örülünk annak, hogy Miki nem tette szögre a hitvallását, tehát a sakál az nem egy vitrines kés. Használati kés erdőbe, természetbe, túrára, bushcraftra, nyugodtan válasszátok. A bemutatott példány Schleichnerből készült 59 roffel keménységgel, de ha nektek más a cél kell, konzultáljátok Mikivel. Ez a kés a magyarkesek.hu honlapján megtalálható, rendelhető. Nagyon bíztatlak rá titeket. Ez a példány, amit a kezemben tartok, ez 38 000 forint, de ez az ár nyilván változhat attól, hogy milyen anyagokkal szeretnétek megrendelni, vagy milyen tokkal szeretnétek majd. Köszönöm szépen, hogy néztétek, ne felejtsetek el feliratkozni, osszátok meg, sziasztok!